Tovább tart a Nyíregyháza Tigers lendülete. A harmadosztálynak megfelelő Divízió 2-ben a Tigrisek veretlenül nyerték az alapszakaszt úgy, hogy 5 mérkőzésen 167 pontot szereztek, és mindössze 33-at kaptak. A negyeddöntőben újabb fölényes győzelmet aratott az idei szezonban az építkezés szem előtt tartó együttes. A Debrecen Gladiators második csapatát 28-0-ra verték a nyíregyháziak, az elődöntőben pedig a Szekszárd Bad Bunz gárdáját múlta felül 26-0 a Tigers. Sikerült a tervet végrehajtani a fiúknak. Nagyon fegyelmezetten játszott, főleg a védelem, és nem engedtek pontokat, így a támadók azért tudtak nyugodtabban játszani, nem volt rajtunk pontkényszer, és ez a nyugalom meghozta a gyümölcsét a támadó játékban is, úgyhogy ez a 26 pont, én azt gondolom, hogy eléggé magabiztosra sikerült. A védelem az mindig megnyeri a bajnokságot, azt szokták mondani, de a meccseket mindig meg kell nyerni, azt meg a támadók csinálják, én mind a kettőnek nagyon örülök, de elsősorban én a támadókra vagyok büszke, mert nagyon fiatal állományról beszélünk, az átlag életkorunk 11 játékosnak az átlag életkor 21 év, tehát én azt gondolom, hogy ez nagyon, nagyon fiatal gárda. A fináléban két veretlen csapat méri összetudását, mivel a Szombathely Crushers is hibátlanul menetelt a bajnoki címről döntő meccsig. Két jó csapat találkozik, én azt gondolom nagyon szoros volt a mezőny egész szezonban. A Szombathely nagyon kemény védelemmel rendelkező csapat, 7 mérkőzésen kaptak úgy 30 pontot, hogy az utolsó meccsen, a 7-en kaptak ebből 21-et. Tehát én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon szép eredmény az ő részükről is. A mi védelmünk 33 pontot kapott 7 meccsen, tehát körülbelül ugyanazt az erőt képviselheti a két gárda. Viszont ami a támadókat illeti, nekik 100 akárhány pont volt az egész 7 meccses átlag, nekünk 218. Tehát én azt gondolom, hogy a statisztika alapján valóban két jó csapat találkozik, de mi bízunk abban, hogy hazai rendezésű döntőben az aranyat itthon tudjuk tartani. A Nyíregyháza Tigers Szombathely Crushers találkozó vasárnap 15 órakor kezdődik a Tiszavasvári úti pályán.